Szeretettel üdvözlöm az itt megjelenteket, engem Pap Lajosnak hívnak. Üdvözlöm azokat is, akik fönn a termekben követnek minket, azokat is, akik interneten követik ezt a nyílt napot. Az ELTE egy csoda időszakot próbál most ki, rögtön az elején mondom. Ma az ELTE összes kara nyílt napot tart, és jövő héten szombaton remélem, hogy fogunk találkozni az ELTE Festen. Aki még nem hallott róla, az nézzen utána mindenfelé, sajtóban, interneten, mindenhol hirdetik. Jövő héten szombaton egésznapos buli Lágymányoson. Kicsit szakmai is, mert hogy egyébként az ELTE az egy egyetem, mint tudjuk. Ahogy mondtam, én néhány szóval szeretném bemutatni a kart. Tényleg csak röviden, mert a szakos előadások, amik majd ezután következnek, ezután a programpont után, és utána pedig a bemutató órák, azok nálam sokkal jobban és színesebben fogják mindezt majd megmutatni. Amit én el tudok mondani a karról, azt már lényegében dékán úr az elején már említette. Ugye ez a kar, a szlogenje, ez a bizonyos minden, ami ember, ezt mi valahogy úgy értjük, hogy ez a kar, ez a formálódó emberrel, ennek a formálódó embernek a szellemi, lelki, testi épülésével, egészségével foglalkozó tudományterületek és az ezeket elősegítő gyakorlati tudás kara. Ugye az, hogy pedagógiai és pszichológiai kar, a neve is mutatja a karnak, hogy milyen szakmákkal foglalkozunk itt, de nem szabad elfeledkezni a legnépszerűbb szakjainkról, majd fogok erre is számokat mutatni, a sportos szakokról, a rekreáció, illetve a sportszervező szakjainkról, ami értelemszerűen a testi egészség, a testi fejlődés, testi épülésnek a szakterülete. Rendkívül izgalmas az a kapcsolat, ahogy a léleknek a növelése és a testnek a nevelése, ez itt ezen a karon szakmailag is össze tud érni. Én azt hiszem, hogy minden egyetem, minden kar a nyílt napján természetesen saját magát fényezi, de ez a PPK esetében lehet, hogy némi igazságtartalmat is jelent, vagy hordoz. Dékán úr utalt rá, hogy a mi szakjaink és a mi szakterületeink a legjobbak. Ez valóban így van, de ami ennél talán még izgalmasabb és amiért vonzóak vagyunk, ezeken a szakterületeken az ELTE és a PPK a saját szakterületein kínálja a legbőségesebb szakmai kínálatot. Ugye az egyetemet azt úgy kell elképzelni, azoknak mondom, akik még eddig csak középiskolai oktatást ismerhettek meg, az egyetemet úgy kell elképzelni, hogy itt van egy nagy-nagy kínálat, és abból az adott hallgató bizonyos szabályokat betartva válogatja össze, hogy mit is akar tanulni. Nyilvánvaló, hogyha nekem órarendet adnak, megmondják azt, hogy hétfőn ettől eddig ezt tanult, kedden ettől eddig azt tanult, hát akkor ez a választék. A PPK szakjai jellemzően nem ilyenek. A PPK szakjai olyanok, hogy egy kínálatot adnak, és azt mondják, hogy ebből válogasd magadnak össze. Ez bizonyos nehézséget és felelősséget és kockázatot is rejt, mert ez az én döntésem, de ahogy dékán úr mondta, itt a hallgatóért vagyunk, és a hallgatót mi felnőttnek tekintjük, és a felnőtt a saját döntéseihez minden segítséget persze megkap tőlünk, de a döntéseit végül is ő hozza meg. Tehát ez a nagyon széles kínálat, ami a PPK-n képzési kínálatként, mi kurzusoknak hívjuk az órákat, ami itt megjelenik, ez valóban lehetőséget ad arra, hogy ki a saját érdeklődésének megfelelő órákat, tanulmányokat látogasson. A következő, amit szintén kell említenem, hogy a felvételi rangsorokban, ugye a felső 10 000, hát itt 10 000-esekről nincsen szó, de az a jelenleg 161 nehány kar van a magyar felsőoktatásban, és hát évek óta, 2003-ban alakult ez a kar, és azóta mindig ennek az első 10%-ában foglal helyet a kar. Hallgatóink pedig a legjobbak, ez évek óta jellemző.
És hát van még egy sajátosságunk, túlmutat ez a kar saját határán. Mi bizonyos szempontból, illetve több szempontból az egyetem egy olyan kara vagyunk, amelyik szolgáltatásaival, képzési kínálatával az egyetem másik 7 karával is szoros kapcsolatban van. Rögtön említhetem mondjuk a sportszervező szakunkat, ami a jogi karral közös képzésünk. Ez egyébként a színvonalát, a szakmai megfelelőségét elég jól mutatja is, hogy ehhez a menedzsment, gazdasági és jogi ismereteket mi az ország legjobb jogi karától kapjuk a szakunkhoz. De a tanárképzés és a sport tevékenységgel kapcsolatban gyakorlatilag az egyetem szinte valamennyi hallgatója megfordul nálunk. Aki kint volt az edukáció kiállításon, az tudja, hogy mit mutatok, és hát volt szó a mi hallgatói önkormányzatunk jeles képviselőiről, akik jól érzik magukat kint az edukáció kiállításon is. Remélem, hogy lezajlott már az a sorsolása, és hát itt a különböző fényképekkel kapcsolatos. No, mutatok akkor néhány adatot, hogy mi is ez a PPK. A PPK 4 telephelyen működik, a városban különböző helyeken, ezek közül a 2 legnagyobb ez, itt és az Izabella utcában innen gyalog egy negyed órára a Pszichológiai Intézetnek a helye. Van néhány szakunk, ezek a számok azt mutatják, hogy 5 alapképzési szakunk van, 5 mesterképzési szakunk, ami egyébként 2 doktori iskolánk működik, önálló pedagógiai és önálló pszichológiai doktori iskola, ilyen nincsen máshol az országban, és ezekben a doktori iskolákban 11 program van párhuzamosan mellette, és van 22 olyan továbbképzési szakunk most éppen, mire önök végeznek majd a első 3 évükkel, addigra már nem 22 lesz, hanem ki tudja mennyi, amik például azt a 10 éves perspektívát biztosítják, hiszen továbbképzésekre is lehet menni azoknak, akik valamilyen szűkebb, speciálisabb szakmát keresnek, és nem a tudományos, a doktori képzés irányában mozdulnak tovább. Angol nyelvű képzéseink vannak. Az oktatói kar összetételőről ez a kis ábra próbálja azt valahogy mutatni, hogy viszonylag fiatalak az oktatóink. A jó kapcsolat az oktatók és a diákok között túl akar általános habitusán nyilván ebből is fakadhat. És hát hozzávetőlegesen olyan 4000 hallgatónk, 3500-4000 hallgatónk van általában. Egy igen gazdag könyvtárunk van, aminek egyik része itt az épületben, aki kíváncsi rá, bekukucskálhat majd ott a sarokba, de azok az internetes adatbázisok is elérhetők, amik a kutatásokhoz szükségesek. És hát persze ne feledkezzünk meg, én azt gondolom, megint csak elfogultságnék, én dicsérhetem őket, a mi hallgatóink a legjobb hallgatói önkormányzatot alkotják az egyetemen. Ők csak egy részük belőlük, ugye még mindig edukáció kiállítás. Ezek azok az adatok, amikre utaltam. Ugye a HVG-nek minden évben vannak ezek a diploma különszámai, amiben az egyetemek és főiskolák karait rangsorolják, és hát ezek az elmúlt évnek az adatai, ahol bizonyos szórással ebben a bizonyos első 10%-ban vagyunk többnyire. De a hallgatói kiválóság szempontjából évekig a PPK volt az ország legjobb kara. Tehát ide jelentkeztek a legjobb középiskolások. Ez egy nagy kihívás, nagy verseny nyilván mindenkinek. Azóta egy kicsit lejjebb mentek a hallgatói kiválóság szempontjából a számaink, amióta a tanárképzést az egész egyetem számára mi szerveztük, ebben most változás történik. De az ez évi HVG-ben, hogyha valaki megnézi ezt a kimutatást, akkor látja,
hogy a négy szempont alapján az ELTE bölcsészkarával vetélkedünk. Kettőben ők az elsők, kettőben mi vagyunk az elsők. Tehát így lettünk. Mi kisebbek vagyunk a bölcsészkarnál lényegesen, és hát a kisebb a szerény, úgyhogy mi másodikok lettünk az összes bölcsészkarhoz képest. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a sportos szakok azok nálunk nagyon jók. Például igen, ez a hökösök fejéről az almát, itt megtanítjuk, hogy kell lenyilazni. Néhány specifikusabb rangsort is mutatnék. Ezek megint csak a HVG ezévi diploma külön számából származnak. Ez a pszichológia alapszakos rangsor. Ahogy tetszenek látni, összesen 6 helyen folyik pszichológus képzés az országban, és ebből minden jellemző tekintetében az ELTE PPK áll az első helyen. Nem akarom én ezeket a számokat felsorolni. Az utolsó oszlopban a heti válasznak az összesítése van. Ott egy kicsit más szempontok alapján rangsorolják, ezért ott a társ egyetemeinknek a rangsora az másképpen alakul, de ott is természetesen a PPK foglalja el az első helyet. Nem kell túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítani az ilyen rangsoroknak. Ezt én mondhatom, mert nekünk ez nem kockázat ezt mondani, de tessenek ezt komolyan venni. A rangsorok azok mindig olyanok, amilyennél csinálják őket. Amilyen szempontokat figyelembe akarnak venni, de azért az, hogyha több szempont alapján és tartósan, huzamosan, évek során egy intézmény valamilyen stabil helyzetet, helyet ki tud magának a rangsorokban jelölni, akkor az biztos, hogy azért az jól jellemzi az adott intézménynek akár most ebben az esetben a pszichológia szakos képzést. Hát a hallgatóinkról fogok majd néhány képet így menet közben mutatni. Rendkívül komoly és komor hallgatók járnak ide, akik ugye láthatóan a sok tanulás közepette sajátos viselkedési formákat vesznek fel. Egy másik szak, az andragógia alapszak. Azért választottam ezt ki, két oka van, az egyik eléggé kézenfekvő, a HVG ezévi diploma számában ez van benne adatként, és mondjuk nem a pedagógia alapszak. De a másik, ami miatt fontos, tavaly az a sajnálatos esemény volt, hogy az andragógia szak az oktatási kormányzat által nem szeretett szakok körébe bekerült. Ugye emlékeznek rá, a joggász, a közgazdász képzések, ezeket nem jutalmazták állami helyekkel, és ide bekerült a kommunikáció, meg az andragógia, ez egy ilyen gyanús társaság, hiszen felnőtteket nem igen kellene már tanítani tovább. Természetesen ebben is a PPK áll az első helyen. Összesen andragógiát egyébként viszonylag sok helyen tanítanak az országban, tehát az a 13 képzőhely közül valójában nem is jutott hallgató mindenhova, több intézményben nem is sikerült elindítani a képzést. Nálunk viszont az első oszlopban nem, majd itt nem látszik a fölvettek száma, de ilyen 40 körül létszámot sikerült fölvennünk, úgyhogy nálunk sikeresen elindult. A hallgatóink kora az különböző, vannak egészen fiatalok, és természetesen az egyetemre járásnak nincsen életkori határa. Ebben a teremben egyébként szoktak nyilvános olyan előadásaink is lenni, akár pszichológiából, akár más tárgyból, ahol különböző korú fiatalság vesz részt ezeken az előadásokon. Egy következő adat ez a karhallgatói összetételének a megosztását mutatja. Ugye van még néhány hallgatónk, ez egy kifutó képzés, a felsőfokú szakképzés, az első oszlopban még 14 hallgatónk van, de ők idén végeznek, ha minden igaz. Látszik, hogy az alapképzésben ugye egymás után jönnek az oszlopok, a BA-BSC alapképzések, mesterképzés, a szakirányú továbbképzés, PhD és az összes képzés. Nálunk a részidős, tehát a levelezős és esti hallgatók száma viszonylag sok
más eltés karhoz képest, de ez jellemzően a szakirányú továbbképzések miatt van, mert azt értelemszerűen már valahol munkában lévő pedagógusoknak, pszichológusoknak, más szakembereknek kínáljuk. Az összetételből ugye én talán azt emelném ki, hogy az alap- és a mesterképzésnek az összlétszáma, tehát a nappal is az a világosabb oszlop, az nem olyan nagyon tér el egymástól. Az alap- és a mesterképzés finanszírozási standard megoldása az az, hogy nagyjából egy harmad annyi mesterképzésben résztvevőt finanszíroz az állam, mint ahány alapképzésben államilag támogatott állami ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgató lehet országos szinten. Ebből, hogy a különböző intézményekbe hány hallgató jut be, értelemszerűen a hallgatóink túlnyomó többsége az ösztöndíjas, ez mutatja azt, hogy azok a mesterképzések mennyire népszerűek, mennyire jók, mennyire adnak olyan használható diplomát, amivel utána könnyen el lehet helyezkedni. Nálunk ez az arány tehát nem az egyharmad, hanem ennél sokkal több a mesterképzésben tovább tanuló hallgatóinknak a száma. Gazdag kulturális élet. Van különböző művészeti csoportjaink is, majd az ELTE Festen jövő héten szombaton, ahol találkozunk, ott majd fognak velük találkozni, remélhetőleg. Ez egy kicsit bonyolultabb ábra, megpróbálom röviden elmondani, hogy mi is van rajta. 2004 és 2013 óta, tehát amióta mi felvételiztetünk itt ezen a karon, azt mutatja, a világosabb oszlopok mutatják azt, hogy hány jelentkező volt erre a karra, az összes jelentkezők számát mutatja. A bordó alacsonyabb oszlop, az pedig a fölvettek számát mutatja éves bontásban. Hát ez nyilván, hogy mondjam, a bejutás esélyeit azért mutatja, de arra tessenek gondolni, hogy ők nem mind első helyes jelentkezők voltak, tehát az összes jelentkező jelenik meg ebben a kimutatásban. Ami miatt ezt az ábrát én mutatom, az inkább a felső sárgával talán nem annyira jól látható, de mégis megmutatkozó adatsor. Ez az országos jelentkezési létszámoknak a trendvonala. Nyilván az abszolút számok sokkal magasabbak, hiszen itt ilyen százezres létszámok az egyes sárga pontoknál annyian jelennek meg, míg a karra való jelentkezés az 3-4-5 ezer közötti létszámot jelent. Ugye az látszik, hogy a trend, tehát az, hogy a felsőoktatásban valamikor a válság és a felsőoktatás finanszírozásával kapcsolatos sajátos megoldások bekövetkeztéig a 2008-tól volt egy bizonyos emelkedés az országos jelentkezési adatokban. Majd utána 2009-2010-től kezdve nagyon erősen csökken az országos jelentkezéseknek a száma is. Ennek különböző okai vannak, demográfiai csökkenés is van, tehát kevesebb az érettségiző, de más egyéb most nem emlegetett okai is vannak ennek. Tehát az országos jelentkezési adatok, azok nagyon erőteljesen esnek az utóbbi három évben. Ez megmutatkozik a PPK-ra jelentkezőknek az adataiban is, tehát a világosabb oszlopok ugyanígy egy lefelé mutató irányba mozdulnak. Azonban a sötét oszlopok, a fölvetteknek a száma, az nem az ellentétes irányt mutat az utolsó három évben is. Tehát tetszenek látni, ha szolidan is, de tavaly több embert vettünk föl, mint tavaly előtt. Én ezt biztatásul mondom, hogy a karnak a kapacitása, a karnak a felvételi lehetőségei azért az országos trendekkel ellentétesen viszonylag gazdagok. Különböző sajátos tevékenységeket, ahogy mondtam, már a hallgatók folytatnak. Esetleg valaki ki tudja találni, hogy ez milyen sport, ez egy sport. Találkozott már valaki a... Ott a hátul tessenek megnézni, ott hátul balra van egy karika, és ott is valami seprűs hölgyemény. A seprű a fontos, meg a karika, amiben valamit bele kell juttatni. Hogy mondja? Nem?
Quidditch, itt köszönöm szépen, Quidditch, ez a PPK hök Quidditch, azokat a képeket, amikor repülnek a hallgatók, azt nem teszem közzé. Egyébként addiktológia oktatásunk is van, úgyhogy a repülést tudjuk kezelni. A felvételi adatokat tovább folytatom. A többség értelemszerűen nyílt napokon az alapképzési szakjainkra kíváncsi, ezért ehhez az egyes szakok vonatkozásában mutatom be. A számok mutatják, itt a piros számok, hogy az egyes szakokon olyan 6 és 9-szeres túljelentkezés van. És itt látszik az, amit mondtam, hogy a legnépszerűbbek a sportos szakjaink, messze a legmagasabb a rekreáció szakra, oda 9-szeres a túljelentkezés, és a sportszervezőre is 7-szeres, több mint 7-szeres a túljelentkezés. Hát a másik tradicionálisan népszerű szakunk a pszichológia, ahova szintén 7-szeres a túljelentkezés. Ez a szám azonban már a középső bordó oszloppal mutatja azt, hogy az összes jelentkezés riasztó számához azért nem kell feltétlenül mindig igazodni, hiszen az első helyes jelentkezők száma azt kell tulajdonképpen komoly versenynek tekinteni, hiszen hogyha valaki tudja magáról, hogy jó eredményei lesznek, pluszpontjai lesznek nyelvvizsgából, emelt szintű érettségiből, akkor megmeri első helyen jelölni. Úgy különben pedig hát bepróbálkozom. Tudom, hogy kevesebb lesz a pontszám, mondjuk pszichológiára nem fogom elérni a 440 pontot, vagy 450-et, de azért bejelölöm talán mégis, de nem első helyen, mert hát ha az mégse sikerül. Keresgélni kell, igen, azt, hogy hova is jelentkezzünk. Ez a mesterszakoknak a felvételi jelentkezési adatai. A mesterszakjainkon láthatóan a túljelentkezés aránya egyrészt nem ilyen erős, másrészt kiegyenlített. Tehát abszolút számokban itt is természetesen a pszichológiára jelentkeznek a legtöbben, de olyan 3-4-szeres minden mesterképzésünkre a túljelentkezés. Nem tudunk akárkit fölvenni, a felvételi, különösen az érettségén be kell mutatni a gasztronómiai képességeket. Anélkül a PPK-n nem lehet hallgató jogviszonyban senki, hogy legalább egy bográsban ne tudna valamit megfőzni. A felvételi lehetőségekről, mert hogy kicsi vagy már rövid az időnk, ezért én ezt nem mondom végig, ezek lényegében azok a felvételi kapacitásszámok és az irányszámok, amiket meghirdettünk. Egyes szakterületeken viszonylag bőséges a fölvett létszám. Ez itt rosszul szerepel, most nem javítom ki, ez 2013-as fölvételi adatok, tehát a tavalyihoz viszonyítva. Az egész bemutató fölkerül majd a honlapra, tehát aki ebben jobban el akar majd mélyedni, az megteheti. A PPK minden, ami ember, és minden tevékenység, ami ember, itt nem csak ilyen, hogy mondjam, átszellemült tudósokat képezünk, hanem igenis a fizikai munkának a legfontosabb elemeivel is. Van lehetőség, ez egy választási lehetőség, nem kötelezünk természetesen senkit. Ez az Izabella utcában a hallgatói helyiségeknek a felújításában vettek részt a kollégák. Hát ez egy szomorú táblázat, ezt inkább gyorsan ellapozom, megint csak a felvételi tájékoztatóban benne van, az egyes képzéseink, egyes szakjainknak az önköltségi összegei. Értelemszerűen a mesterszakok azok lényegesen drágábbak. Sportos kar vagyunk, és jó karban tartjuk magunkat. Amikor intézményt fognak választani, és aki alapképzésre jelentkezik, én mindenképpen azt javaslom, hogy azt a szempontot vegyék figyelembe, és legyenek erre különösen tekintettel, hogy vajon azokon a szakokon, amikre jelentkeznek, hogyan lehet tovább haladni. Ugye a sok esetben akár a szak maga olyan, hogy csak egy irányban, mondjuk
ha például itt az úgy lenne, hogy a pszichológia BA-ról csak pszichológia MA-ra lehet menni, hogy egy alapképzésről egy mesterképzésre lehet tovább menni, vagy az intézmények maguk csak ilyen kínálatot tudnak nyújtani. A mi esetünkben akar nem ilyen, mi nálunk a különböző szakokról nagyon sokféle irányba kicsi kar vagyunk, kevés szakunk van, viszont a kombinációnak a lehetőségei azok nagyon gazdagok. Az alsó sorban ez a kérdőjeles, ez a tanári mesterszakos képzés, ez önöket már nem fogja elérni, de ott különböző bölcsész és természettudományos alapképzésről is tovább lehetett jönni ezekre a különböző mesterszakokra. Tehát én azt javaslom, hogy tessenek ezt megnézni, hogy vajon azokban az intézményekben, ahova majd jelentkeznek, milyen továbbhaladási lehetőségek vannak, és értelemszerűen ez az ábra egyszerűsít, hiszen az a több mint 20 szakirányú továbbképzés, amit itt mi kínálunk, az nem is jelenik meg. Az alapképzések szerkezete az nagyjából ilyen, majd a szakos tájékoztatókon elmondják. Itt most az andragógia és a pedagógia BA-nak a jellemzője jelenik meg, hogy tudnilik van egy 120 kredites, 4 fél évnyi szakmai törzsanyag, és utána van egy specializáció vagy szakirány, különbözőképpen nevezik, amiben az egyes szakokon különféle eltérő irányokba lehet menni, és minden szakunkon 10%-ban teljesen szabadon lehet válogatni, nem csak a mi karunknak a kínálatából, hanem az ELTE teljes kínálatából. Az ELTE-n egy fél évben olyan, ha jól emlékszem, olyan 20, egy néhány ezer kurzust hirdetnek meg. Aki ebből tud magának választani, az választ, aki pedig elvész benne, hát akkor az választ szűkebb körből. Megint csak itten egy sportos, az jövő héten, nem tudom, hogy említettem-e már, hogy szombaton ELTE Fest lesz kint Lágymányoson, ott ki lehet majd a szobakerékpárnak ezt a spinning nevezetű zenés edzését próbálni. A tanári mesterképzésre vonatkozó ábrákat, mivel így végignézve az arcokon többségében úgy legalábbis külsőre most érettségizőket látok, ezért a tanári mesterképzésbe, akik már most valamilyen BA-BSC képzésben benne vannak és tovább szeretnének menni, ennek a részleteire én most nem térnék ki, de itt a földszint 4-ben egész nap itt vagyunk, hogyha valaki tanári mesterképzéssel kapcsolatos kérdést kíván megtárgyalni, akkor erre ott lehetőséget tudunk biztosítani. Ez úgy szintén a tanárképzési modulok. Hát az aulát ez egy korábbi állapotában mutatja, de itt most nem is az aula, azt hiszem ebben a lényeges, hanem a hallgatóinknak a gólyabálon a bemutató tánca. Tanárképzés, és én azt hiszem, hogy be is fejezem nagyjából, érezzék hasonlóan jól magukat ma, itt egész nap, és őszintén bízom benne, hogy a majdani PPK-s tanulmányaik is ugyanilyen jókedvűen telnek. Köszönöm szépen! Megköszönöm Pap Lajos főosztályvezető úrnak színes, érdekes és élményszerű előadását.